Elfogadhatatlan az Ukrajnával szomszédos uniós országok számára az ukrán gabonaférék uniós behozatali tilalmának feloldására vonatkozóan a szeptember 15-ig tartó határidő, hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter szerdán Varsóban. A Magyarország, Lengyelország, Bulgária, Románia és Szlovákia agrárminisztereinek tárgyalását követő sajtóértekezleten elhangzott, hogy az öt ország agrárminiszterei aláírtak egy megállapodást, amely jelzi, hogy ez az öt ország továbbra is együttműködik az ukrán gabona ügyében. Nagy István elmondása szerint uniós szinten a fentebb említett országok olyan közös európai szolidaritást szeretnének kidolgozni, amely azt segíteni, hogy az Ukrajnából származó termékek eljuthassanak a harmadik országok, ahol a rászorulók nagyon várják őket. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az öt ország közös fellépése nem Ukrajna ellen, nem ukrán gazdák ellen irányul, hanem azért van rá szükség, hogy megvédjék a saját gazdáikat. Mateusz Morawiecki, lengyel miniszterelnök, aki részt vett a találkozón, szintén nyomatékosította. Lengyelország szeptember 15-én nem nyitja meg határait az ukrán gabonaférék számára, továbbra is csak ezek tranzitját teszi majd lehetővé. Vagy az Európai Bizottság beleegyezik a tilalom meghosszabbításáról szóló szabályok kidolgozására, vagy magunk tesszük meg azt, akár egyoldalúan, akár más országokkal együttműködve, nyomatékosította a lengyel kormányfő. Mint fogalmazott, Varsó fellép akkor is, amennyiben más mezőgazdasági termékek esetében észlelne destabilizációs jeleket. Robert Telusz, lengyel mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter olyan jogi és infrastruktúrális mechanizmusok kidolgozására szólított fel az EU-t, amelyek hosszú éveken át fognak működni, mivel ukrán, valamint moldovai termékekkel is hosszabb ideig lesz dolgunk. A szerdán aláírt agrárminiszteri megállapodásról Telusz elmondta, a dokumentum azt a közös állásfoglalást is tartalmazza, hogy az öt frontország erőteljesen nyitott a tranzit ügyére.